Jó reggel, Vietnám! Üdv a csatornán, Keeper jelentkezik egy következő videóval, egy minisorozattal, ami minimum három részes lesz, és hogyha tetszik nekünk, akkor több. Ezeket a minisorozatokat úgy gondoltam, hogy így fogjuk felépíteni. És ez a játék nem más, mint a Rising World, amivel nagyon régen, szerintem legalább egy ilyen 4-5 évvel ezelőtt játszottunk. Azóta fejlődött egyébként nagyon sokat. A játék az nem más, mint egy... Hogyha hasonlítanám kellene valamihez, akkor... Talán a Minecrafthoz hasonlítanám, teljesen más grafikával természetesen, nagyon összetett craftoló mechanikával, és mivel ugyanúgy, mint a Minecraft és sok más játék, ugye random generált mapon játszódik, ezért mindig, minden végigjátszás úgymond érdekes tud lenni. Megnézzük, hogy mennyit változott a játék, és megnézzük, hogy mennyire fog tetszeni nektek is, nekünk is. Mármint a Keeperéknek. Király többes szalmi. Na, single player, én kipróbáltam, hogy fut-e meg minden, ezt a world-ot kitörlöm, és csinálunk egy new world-ot. Egyébként ugye meg tudod adni a nevét. A generálás nagyon fontos tud lenni. Sanyi, ne kapaj, megint kezdi. Keeper land legyen. Ugye van egy... Ez egy ilyen random generáló, tök jó. Van egy szír, ugye, hogyha te is játszol azzal, és ezt a szíret indítod, akkor gyakorlatilag ugyanott kezdesz meg, ugyanazon a mapon játszol minden. Game mode-ban ugye lehet választani Survival-t, Creative-ot, Stranded és Adventure. Mi az Adventure? Adventure is not, nem elérhető. Stranded not, oké. Akkor Survivor-ba játszunk, amúgy is abban akartam volna. World type legyen normál, super flat vagy szürreális. Normál természetesen. Órok, tehát ércek, amiket bányászol, az lehet very high, off, low, medium, high. Legyen a high, de egyébként mi van akkor, hogyha kikapcsolom, hogy off, akkor nem tudok megcsinálni egy csomó fém alapú dolgot, gondolom, az nem jó. Kévek legyenek, vagy ne legyenek, ugye barlangok. Vegetáció. Legyen, vagy ne legyen, hát természetesen legyen. Starting biome, az legyen default, desert, snow, vagy ocean, óceán. Hát én azt mondom, hogy legyen a default, ugye a default azt hiszem az ilyen füves erdős rész. Desert-ön nem nagyon, vagy nem nagyon lenne jó kezdeni, mert ott nem nagyon van fa szerintem. Snow megint meg nem jó, óceán, ne a víz közepén kezdjék. Legyen ez a default kezdés, jó? És akkor ugye gyakorlatilag eléred az összes biomot, viszont akkor nem azon kezdesz, hanem ugye el lehet oda menni. Animals, be lehet állítani, mik legyenek. Egyébként veszélyes, mivel nagyon sok animal támad. Tehát mit tudom én, instant megölnek, főleg a legelején. Water, hogy milyen típusú vízfelületek legyenek, dungeonök, hogy milyen típusú dungeonök legyenek, tehát micsoda, milyen típusú civilizáció által létrehozott struktúrák. Igazából a dungeonöket így nevezném, tudom, hogy alapvetően a dungeon az olyan lenne, hogy egy ilyen kazamata-szerű, amin így végig tudsz menni, de ugye itt például látom, hogy van a kabinok, ami azt jelentheti, hogy föld fölötti gyakorlatilag épületek, azokat is ugye például gondolom ki lehet lootolni. Ezekben valószínűleg vannak enemik, én úgy tudom, úgy gondolom, mert itt látom, hogy az enemikben van ugye Bandit, Skeleton és Spider, és gondolom ezeket nem olyan egyszerű kilootolgatni, végigcsinálni, hanem itt vannak ellenfelek. Na jó, csináljuk meg a world-ot, aztán akkor nézzük meg, hogy igazából mennyire írantekes ez a játék. Egyébként nagyon érdekes, nagyon összetett és bonyolult craftolási metódusok voltak a játékban is. Nagyon érdekes dolgokat tudták craftolni. Főleg azóta, amióta játszottunk, biztos, hogy nagyon sokat fejlődött. Egyébként megnéztem, annyit hadd mondjak el, vagy ilyenkor remélem megáll a játék. Annyit hadd mondjak el, hogy Steamen megnéztem a kommenteket is. Egyszerűen mindenki azt írta, az a durva, hogy szinte majdnem mindenki pozitívot ír róla, és olyan hozzászólások, vagyis vélemények vannak, hogy úristen, végre megtaláltam ezt a játékot, miért nem hallottam róla eddig, annyira jó, annyira el vagyok vele. Na gyerekek, akkor ugye itt kezdünk, egyébként a grafika nekem teljesen megfelel, baró jól néz ki, főleg a fű szerintem, ami ilyen tök frankó, várjál? Ha, effel lehet összeszedni a dolgokat. Ugye nem kell szétütni, az tök jó. Jó. Egyébként kár, hogy nem elve, nem tudom, mi van az N. Kicsit, aha. Ott egy dinnye, oda nézzél, more. Egy watermelont szereztünk, gyerekek. Na nézzünk körül.
És paprika! Chili paprika! Ne szarsz! Tök atom, nagyon adja. Ez tetszik. Ó, vannak nagy hegyek. Azt hiszem, ha meghalsz, akkor itt élhetsz újra. Hogyha nincsen, nem tudom, hogy itt is az ágymechanika működik, de itt van egy csomó minden tök jó. Ott volt egy watermelon, nem? Vagy mi volt ott? Mint hogy átfutottam volna valamin. Ne. Ó, mi a frauds? A bárányok hallgatnak. Azért nem vettük észre őket, mert a bárányok hallgatnak. Várjátok, egyelőre nem ölöm le őket, mert ki tudja, hogy mire kellene. Ez mi? Cannabis! Dick! LOL, van cannabis. Ugye elvileg van valami lóra játékban, tehát így meg kell csinálnunk valamit, tehát nem csak az van, hogy így létezünk, aztán vagyunk, hanem figyelj, paradicsom, de jó, mennyi fajta izé van, cucc. Tehát egyelőre gyűjtögetünk, aztán utána egyébként valami fás részen kellene azért letelepednem. Vigyázzunk, mert nehogy, a kéveket bekapcsoltam, lehet, hogy vannak ilyen azt a betyár kévek. Ja, izé, valami jó helyen kellene letelepedni, valami hegylábára, vagy valami ilyesmi. És akkor onnan kellene. De egyébként baromi sok a izé. Tök jó. Ah, ez még már más bajom. Látod? Ott valami szavarna-szerű cucc van. De... régebben egyébként azt nem is voltak bajomok, amikor mi próbálkoztunk vele. Szóval ilyen... ilyen nagyon alapvető... csak az a fűves rész volt, meg aztán fás. Aztán ennyi. Arra vigyázzunk, hogy azért ne rohangáljunk úgy, mint a töketlen kutyák. Mert vannak olyan enemik, amikor ugye instant megölnek, például lehet, hogy egy medvével fogsz összefutni, aztán úgy széttép, mint a szart. Úgyhogy ilyenekre jó lenne figyelni. Hát figyelj, ilyen kukorica, meg ilyeneket összeszedtem, szerintem ez jó lesz nekem. Gondolom el lehet ültetni, vagy pedig lehet a kaját csinálni, mint más survival játékokban. Ó, oh, van víz. Menne, ide fürdik a birka. Nem tudom egyébként ezek mire jó, white flower, lehet, hogy ilyen festék, vagy nem tudom mi. Van itt egy ilyen hegyes rész. Ezt így összeszedek ilyen mindent, aztán jó. Nem tudom, az inventory biztos véges. Mindjárt megnézzük, meg azt hiszem van valami helper rész is, amiből kiderül számunkra, hogy hogy kellene. Ja, és ugye van éjszaka nappal természetesen, úgyhogy azzal lehet, hogy egy kicsit... Ez mi? Ez semmi? Jó, nem csúnya a játék, tök frankó szerintem. Ugye a random generált. Jó, az a metódus hasonló, mint ugye a... Iha. Egy ilyenben nem kéne belepottyadnunk. Nem tudom, lehet, hogy föl kellene mennünk? Ha föl kell menni a hegyre, azt akkor többet látunk, nem? Csak arra rohadtul vigyázzunk, hogy nehogy össze akadjunk valakivel. Valami enemivel elkapásból, mert nem hiszem, hogy nagyon meg tudnám magam védeni. Aj, de jól néz ki. Gyerekek, ott van valami orr. Valami ért. Ott is van valami ért, rész vagy nem tudom mi. Vannak ilyen barlangok is. Figyeljetek, hogy hegyre föl, nem? Ez mindig jó. Kevés a fa itt, azért nem nagyon tetszik nekem ez. Úgy gyerekek, lehet, hogy nem kéne leesnünk mi. Egy extrém hegyet varázsolt ide nekem most a játék. De itt ez... körül akar... Úristen, micsoda hegyek, bazza. De visz ott egy almafa. De jó! Ahol ma 6 darab almát leszettünk. Gyerekek, már éjjel nem halunk, hallod? Jó, jó helyre kell... ott egy dínye. Jaj, tök jó! Ott egy dínye. Meg van íze is. Minek nevedik ezt? Mindig elfelejtem. Gyapot. Ez gyapot akar lenni. Jó, itt bazza jó hegyes részre költözt, vagy kerültünk. Valami erdős, laposabb, mindjárt meg körülnézünk, jó? Én szeretek így egy kicsit így nézelődni, csak el fogom felejteni. Ugye lehet craftolni például iránytűt, meg azt hiszem térképet, meg mindent, így alapban nem, nincs térképet, és nem is tudod, hogy hol vagy. Szerintem leginkább Minecraft ihletésű a játék. Ugye nekem valami normálisabb... most már vágyok a síkságra, egy kicsit sokallom ezt a dolgot. Valami volt. Valami nyerített gyerekek. Az mi? Az egy vaddisz, no! No! Jajjaj, az a vaddisznó lehet, hogy nyugtalankodik. Az, allor, belekeveredtem itt a izébe. No, ma. Hogy mintha lenne egy barlang egyébként. Valahol le kéne telepedünk, nem tudom, meddig követnek ezek az enemik. Vagyis nem is enemi volt, hanem ilyen állat.
Amúgy gyerekek, hallod, itt valami. Van ilyen hasadék, azt a betyár, hallod, ezt most, most bekeveredtem ide. Kellene keresnünk egy letelepülést, ott van egy ilyen, nem tudom, San Andreas hasadék. Hegyek, völgyek, között, zakatol, abulat. Hát ki kéne jutnom ebből a izé hegységből, nekem ez nagyon nem jön be. Csak azért, hogy fogok ide találni, meghalok, ez lesz a baj, gyerekek, figyeljétek meg. Az lesz a probléma. Hogy nem tudom, a napállásából vagy valamiből tudunk tájékozódni, másból nagyon nem. Én ki kéne mennem innen, mert így belekeveredtem a dolgokba. Egyébként a staminám az egész jó, jó gyorsan mozog a karakter, azt szeretem egy játékba revazva, hogy ilyen tököre is van a vár az elejétől. Na figyeljék! Visszakerülünk arra a síkságra a végébb meg. Nem baj, legalább lootolgatok. Most majdnem beestem abba a szakadékba, more. Nem tudom, gondolom elvesznek az inventorimból a cuccaim, hogyha meghalok. Ez meg lehet, hogy nem lenne egy baráti. Na várja. Kecske, becske! Jó, feszes a fene, kecske. Szerintem tök oda visszakerültem, ahol voltam. Nem? Nem, nem biztos. Valahol ide kellene letelepedni mégiscsak, mert hogyha meghalunk, akkor hogyha... Ez mi? Aha. Mik azok, vaza? Vízilovak, more? Láttad-e? Disznó! Malacok, dik! Malacok! Mindegy, ide egy oldalba letelepedjünk, gyerekek, azt megnézzük, mi a szituáció. Elefánt! Nem mondod! Szavanna van, de várjál, itt nincsen valá... Nehogy jöjjön olyan vadállat, amelyik ilyen rossz lesz nekem. Na, gyerekek, nézzük meg ezt a kraftolási metódusokat. A maximum szerünk össze annyi fát, nem? Ez itt... Nem tudom... Jaj, de jó lenne valami jó védett hely. Jó lenne egy barlang, vagy valami csoda. Menjünk erre. Figyelni kell, hogy ne halljunk meg, azt akkor nem lesz gond. Az a baj, hogyha meghalsz, akkor valószínűleg visszateleportál ugyanoda, ahonnan kezd. Itt egy barlang, gyerekek. De ez mondjuk nem annyira biztató. Olyan lenne a jó barlang, amelyik ilyen lefele vezető. Nem lefele vezető, hanem oldalra vezető. Ezek mind bárányok. Stamina elfogyott. Mindig egyébként ezt csinálom az ilyen játékokban, hogy mindig nekem kell egy olyan hely, ahol ilyen nagyon jól le lehet telepedni. Figyelj, mondjuk a víz az lehet, hogy jó, hogyha van, nem? Hát odébb is lesz víz. Még nem tudom, hogy a térkép az hasonlóan, mint a Minecraftban, így végtelen ideig generálódik, vagy van széle. De megmondom, a frankot szerintem nincsen széle. Na hát azt hogy oldanak meg? Ilyen tök nagy hegyekre fölmehetsz, akkor itt mondjuk sűrűsödnek a fák. Mi a franc volt ez, kecske bekegett? Megkegett a kecske. Sűrűsödnek a fák, az nekem jó lenne. Ez meg mi? Mi a repce is van itt, vagy mi van itt? Az ez ilyen... Ó, ott az erdő, jó van, oda nézd. Ott az erdő. Figyelj, ott egy barlang. Ugye vannak dungeonok, szóval akár izét is találhatunk, épületeket. Ó, itt az erdő, ide néz, milyen jó virágos rét. Az virágos rét az erdő szélén, az lesz nekünk. Azt hittem medve, bazze. Ott egy róka. A róka támad vajon? Igen, mégiscsak a sziklevelet maradok, mert akkor az van, hogy egy irányból támadhatnak jó esetben, ugye? Mondjuk ez a magas fű, ez rettentő idegesítő. Figyelj, hát letelepedünk itt. Mit szóltok hozzá? Egyébként azt a hegyet néztem ki magamnak, csak... Hallod, nem akarom, hogy megtámadjanak. Az egy kicsit kellemetlen lenne. Ó, itt van víz is.
Ez jó még. Jávor szarvas. Bore, van itt minden, mint a bucsúba. Van. Megnézzük a szembe azt a időt, azt a hegyet, jó? Ez, nagy, ez olyan magas fű, ez nem látod, hogyha valami megtámad. Ez egy kicsit kellemetlen tud lenni. Megnézzük ott azt a hegyet szembe. Mégiscsak egy olyan a ló. De be lehet, hogy be lehet fogni. Valami értelme csak van. Az mi volt ott? Ott volt valami élőlé. Az lehet, hogy medve volt, more. A medve szerintem az instant kap minket szét, úgyhogy arra vigyázni kell. Az a baj, ez a hegy. Ez meg megint be van nőve ezzel a nagy fűjjel. Fölmegyünk a tetejére, megnézzük. Ez nem is hegy, ez csak egy dombocska. Nem, ezek vaddisznók, de... gyanítom, hogy a vaddisznó is meg tudtál venni. Jó, akkor visszamegyek oda. Na jó, most hallom a vaddisznó hangot, úgyhogy fussunk, mint az őrültek. Futás, 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 futás. Akkor letelepedünk itt valahol, jó? A magas fű egy kicsit irritáló nekem. De remélem nem fog kifutni a vaddisznó most innen. Jó, mindegy. Oké, okay. Akkor itt, ahol van az orr rész, ide letelepedünk. Oké, okay. Na nézzük akkor, hogy vannak itt a dolgok. Hogy kell? Inventory? Oké. Okay. Itt vannak a cuccaink, így nézünk ki, csodálatosan. És itt vannak a crafting dolgok. Bazze. Small shelter, fire tűzrakóhely. Ez mi? Fő, ilyen fő, főz, tudsz fő, sütni benne. Meg tudsz itt is ezen is sütni. General. Research. Ja. Ugye sticket tudsz csinálni lumberből. Lumbert tudsz csinálni logból. Fákját tudsz csinálni stickből. Ez meg ilyen falra akasztható fákja. Ugye itt így följebből. Túl stone axe-t tudunk csak vépön. Négy stickből tudunk klubot. Klotból tudunk ilyet. Be tudjuk kötni a lábunkat. Ezt crafting station kell majd csinálni, mert a crafting station-nál tudsz még több dolgot csinálni, és akkor megnyílik még több dolog, úgyhogy ez így működik. Hát akkor fát kéne vágni, de szerintem ezeket, ezeket tudom vágni. Egyébként nem emlékszem semmire megint a játékban, ám. És ne nézzetek hülyére. Érdekes, ilyenkor nem fogy a staminám. És miért nem üti meg? Ez érdekes. És mi van? Miért nem üti meg, hallod? Álljál már, nem üti. De viszont az tök durva, hogy kitiporod a fűjjet, hallod? Oké, okay, most megütötte. Hosszan kell nyomni, akkor koppogatja. De ez meddig fog tartani? Ezeket sikerül? Gyerekek, itt valami nem stimmel. De. Ójaj. Ójaj, és még ráadásul fel kell vágni. Tehát, ja. Azt hiszem, hogy fel kell csapkodni. Én gondolom lehet jobb szerszávot, ez valami nagyon rötti szerszáv. Mennyi ideig tart ez, more? Ó, jaj, oké, oké, ó, jaj! Gyerekek, a magas fűbe találd meg a izéket, rönköket. Pedig nem ennyi volt, ott is egy. Azt a betyár! Hát le kell nyírni a füvet, bazd, azt hiszem, hogy van kasza. Ahol le, olyan, le tudod nyírni, mert á, te fiú, hallod? Ez nem szuper. Á, itt is egy. Jézus Mária! De amúgy reális nagyon. Pont ide a magas fűbe beborított a banga. Jó van, ott rohad meg a többi, nem? Azt hiszem ezt el lehet távolítani. Én úgy emlékszem, el lehet távolítani. Egy darab jön ki belőle talán. De eltávolítom, mert
itt úgyis építkezni fogunk. Nem tudom, bazza, le kéne koszálni itt a füvet. Ez mekkora fű van itt? De mondjuk reális, mert igazából ilyen elhanyagolt helyen ilyen van, nem? Igen, és akkor egy kijött be. Jó, semmi gond. És akkor crafting, alapanyag. Igen, tudunk akkor, vagy a sticket, azt tudok csinálni. Lumberből, ezt meg kell, akkor a maxot csináljunk ilyet. Igen, sticket csináljunk. Maxot, mert az egyébként csomó mindenhez kell. És akkor general. Tudunk csinálni egy izét, egy ilyen sheltert. Csináljunk egy sheltert. Jó. És akkor ezt hogy tudom én lerakni? Hm? Itt van a shelterem. Hogyan? Ja, oda, aha, izére kell rakni. Ott bárra. Ja, gondolom. Igen, és akkor le tudom rakni. Jó, akkor ide, itt leszünk el. Itt lakunk. Itt lakunk mi? Hogy tudom forgatni? Eldobtad bazza. Aha. Manual position. Majd próbálom, hogy milyen gomba esetleg. Q-val. Nem, Q-val eldob mindent. Jó, az akkor erőtest. Aha, ja, így le tudod rakni, és akkor meg tudod nézni, hogy hova kerül. Körbe tudod járni. Ez jó, ez tök jó, ez jó. Csak nem tudom, milyen forog. Á. Jó. Nem tudom, melyik a bejárata. Legyen akkor hosszába. Lehet, hogy el kell volna igazítani a telepet. Jó, jó lesz így, gyerekek. És jó lenne, hogyha tudni, lehet, hogy tudok benne aludni, vagy ilyesmi. Na, mit igen, aludni tudok benne, jó. De ettől még az a baj, ez nem nagyon tudok. Ja, annyi, hogy aludni tudok benne, oké. Mi az, ami kellene még kraftolni? Ugye a kraftolás az nagyon fontos ebben a játékban, van még egy csomó stickünk. Small shelter the fireplace. Stone kellene, gondolom, azt meg ki kell kopogatnom, kell stone. És egy log. Sütőhely, jó, izé kellene nekem még. Ugye nekem megy le a nap, én úgy érzem. Túl, Stone X, ez nekem van, nem kell, ugye? Egyelőre nem tudok mást. Crafting Station. A Crafting Station az 16 lumber kell. Itt meg mindjárt fogunk ám aludni, mert ez így nem fog menni. Együnk egy watermelont. Ez a jobb egér gombbal föl tudom vágni. Ja, de nem nagyon akarja. Valamit tegyünk ma. És akkor ez ja, ette? Jó, igazából ez úgy látom, hogy mindent is növel. De jó néz ki a naplementénk, gyerek, oda nézzé. Akkor annyit legalább tudunk, hogy hú, hát mihez képes vagyunk keletre. Arra nem tudom, hogy mennyire fontos, hogy merre dől. Hát ezt fel kellene burítanom, aztán akkor itt legyen még. Crafting Station kellene csinálnom, mert akkor tudok csinálni ilyen blokkokat, meg mindenféle dolgot, ajtót, meg minden. Meg ugye itt tényleg ilyen van ilyen asztalos üzemet tudsz csinálni, meg minden szart. Hát majdnem Life is Feudal, de nem annyira elvont azért. Mert szerintem... Igen, igen, amíg el nem dől, addig ő nem fog szétesni. Ez megint a magas fű. Ja nem, mert izé szét kell vágnom, de hát ezt megint belecsaptam a magas fűbe. Éj, hülye. És megint találd meg. Kellene fákját csinálnom, ugye? Na, ez... Ez egy halál, így hallod? A fele logot nem találod meg, sőt. Az összes log. Á. Mekkora fű van? Tényleg kell egy kaszát csinálnom, gyerekek. Ezt meggazdagszunk, itt annyi log lesz. Kell egy kasza. Megy le a nap. Ott is egy log. Ott is egy log. Yeah. Ezt is kicsapom. Ja, kéne egy kasza. Le kéne nyírni a füvet. Meg lehet, hogy fémszer számon gondolom sokkal jobbak. Ő, baz. Na. Nehogy eguruljál. Ja, lehet, hogy alszok egy gyerekek.
Már kezd lenni, jó? Hogy... Aha. Jaj, de jó! Bebújtunk a lyukba. Hát ez nagyon, nagyon atom. Bebújtunk a lyukba. És akkor alszunk. Aha. És reggel van. Szuper. Jó. Akkor megtörtént ez a semmi. Na, kraftolási tó téma még mindig. Hó, az miért? Eddig nem volt, nem? Vagy én nem vettem észre? Primitív, mi ez? Tudod mi? Tudom, hát mi ez? Nem. Az, forge, kemence, akármi, general. Jó, grill nem kell, light-ot kellene, mert ez idegesítő. De mondjuk van ilyen, amit ilyen felszerelhető, nem? És esztikbe kerül, ezek mind esztikbe kerülnek, tök jó. De én arra gondoltam, hogy ez kellene. 16 lumber kell, ugye akkor research-ból kell csinálni a lumber-t, nem annyit valam. Tudunk, max. Hát itt még kell kivágni néhány fát, 24 lumber lett. Mennyi kell, mit néztünk? 16, meg is tudom csinálni. Meg is van gyerekek, jó, de jó, crafting station. Ezeket nem tudom, föl lehet-e verni. És akkor tényleg egy kaszát csináljunk bazen, mert itt egy őrület az, ami van. Ide a fa mellé lerakom, hát össze-vissza van minden. Hát ez sajnos ilyen, mert egyszerűen nincs izém. Ide a fához lerakom. Mondjuk egy flat helyre építkeztem volna, lehet jól jártunk volna. Oké, és akkor itt mit lehet? Na, itt már sok mindent, itt már rengeteg dolgot, figyeld! Puskát, meg ilyeneket. Bow. Hát, baze. Ja, itt azért vannak dolgok, gyerekek. Fakardot sem. Longsword. Iron kellene hozna. Oké, nézzük meg őket, jó? Úristen! Úristen, a lightnál figyeld! Kerti izé, ilyen-olyan cucc. Weapon. Oké, a weapon néztük. Medical. Ez ugyanaz. Map, térkép! Kellene egy darab papír és lenne térkép. Blueprint. Tervrajz. Poster. Tűzijáték. Szemetes kuka. Szemetes kuka. Grill. Füstölő. Sütőgrill. Kulacs. Kulacs. Vödör. Fákja. Dinamit. Dinamit. És óra. Cooperfrét kell hozzá, meg Cooperrod. Van itt minden. Fishing, izé, baze, horgászbot. Crafting station, úristen. És ugye nekünk ez van, de ugye tudsz csinálni blocks, benchet, amivel blokkokat tudsz csinálni. Fűrész dolgot, unwield, ezt. Izé, másik, oda nézze, szövőgép. Rokka. Ez fogalmam sincs mi egyébként. Ez ilyen, bőröket tudsz megmunkálni vele. Izé, őrlő. Papírnyomó, ugye úgyhogy papírunk nem mostanában lesz. És tier 2-es workbench-et, amin gondolom még több dolgot tudsz csinálni. Létrák, jó. Táblák. Jó. Ezek ilyen, ilyen emelvényszerűek. És hajó. És hajót is tudsz. Hát öcsém, bazze, azért vannak itt, azért van itt kihívás. Hát mi az, amerre kellene haladnunk? Én azt mondom, hogy lehet, hogy kellene csinálnunk valami olyan weapont, amit meg tudnánk csinálni. Van bow. Mi kell a bowhoz? Ez mi ez? Ez mi ez? Tridril. Ez nem tudom mi. Ez olyan mozzog lehet, nem gondolom. Reflex bow. Hát, amit tudok csinálni, az tudok csinálni... Fakardot, apám. Jó, legyen fakardunk. Meg... Mit kellene csinálnom, gyerekek? Komolyan mondom.
Nem weapons. Hát lehet, hogy kellene csinálnom torcsot. Meg ilyen lerakhatót. Akkor azokat ide fölpattintanám, igaz, hogy csak a falon van. De azért látok valamit, nem? Van, várja, hol van a fakardom? Ezeket így össze akarom pakolni. És akkor ezt gondolom, hogy föl lehet patentani, ugye? Várj, ebbe kell fákja is, figyeled? Ez amúgy van. Csináltam, négyet csináltam, és kellene négy fákja, és akkor gondolom bele kell raknom. Nem tudom, hogy leége. Nem, de majd mindjárt megnézzük. Vagy a fákjához nem is kell oda mennem, ugye? Majd, tarts. És akkor négy fákja. És gondolom akkor valahogy. Ezek, tényleg nem tudom, hogy ezek leégnek-e. Mert akkor tudok éjszaka is dolgozni. 1, 2, 3, 4. Az lenne jó, azok így ez lehet, hogy esélyesen, hogy így végtelenségig fognak menni. Azon gondolkozok, lehet, hogy egy kis felfedezést tennék. De ha innen elbukjuk ezt a helyet, akkor nagyon rossz lesz. Nem tudom, hogy fogom megkülönböztetni. De minden esetre egy felfedezést tennék. Lehet, hogy találunk valami jó dungeont, ahol tudnánk szerezni dolgokat, vagy pedig, hát ezeket az érceket is lehet, hogy érdemes lenne, de ahhoz kellene egy forge, ugye, egy kemence. Hogy azokat ki... Ezek mennyire félnek tőlem? Hát eléggé. Ezeket nem nagyon kell nyektetni. Nézzünk körül, nincs-e valahol egy dungeon? Gyerekek. Nagyon érdekelne, hogy milyenek a dungeonok. Csak figyeljetek, valahogy jegyezzük meg, hogy hol voltunk, vagy nem tudom, mit csináljunk. Mondjuk menjünk akkor... Nem tudom, merre az, komolyan mondom. Ez mi? Ezt leütöttem, mint a... Leütöttem, mint a... Szart. Ott van egy rókakoma. Jó, akkor menjünk a fal mellett itt végig, jó? És akkor vissza fogunk találni. Van itt víz. Ott egy róka. Figyeled? A róka szerintem nem támad. De durva. Az meg mi? Jávor szarvas. A zene is tök jó, nem tudom mennyire hallatszik. Egyébként itt erre mik vannak? Tök jó, itt is jól le lehetett volna telepedni. Jávor szarvas, more. Nem merem megtámadni, ezt fölöklel. Van egyébként elég sok kaja, látom itt paradicsom, meg a watermelon, meg ilyenek. De ezt a watermelon szerintem meg kell dobni földre, ezt fölvágni, valami ilyesmi magyarázat, hogy fel kell vágnom. Ubia mostak fák dik, az valami másfajta cucc. Ezek ilyen tölgyek, vagy nem tudom mi. Tök jó, jó kalandozni, gyerekek, komolyan mondom. És mivel ugye random generált, tök kiszámíthatatlan az egész. Annyi watermelon, tök jó. Rókakobák, egy falukával. Áh, ez nagyon feeling. Hogy vannak ellenfelek már, az is tök jó. Yes, tölgyfa. Hát itt van róka bőven, bazd. Kicsit el van, be vannak oldva, de ezek jó, mert elfutnak. Hát egy medvével lehet, hogy nem kéne találkozni. Nagyon érdekelne, hogy egy dungeon találok, csak az a baj, lehet pont el vagyok mellett ezen a sűrűn lakott, vagy sűrűn benőtt helyen. Nem annyira veszel észre hamar a dolgokat. Nem, majdnem, hogyha már be volt lesz, lehet, hogy fel kellett volna mennem a hegyre. Tök jó. Kíváncsi lennék más bajomokra is. Azért is megyek. Fakardik, de lehet puskát csinálni. Azért puskával el lehetne lenni, nem? De csak ilyen muskétaszerűt, nem tudom azt mikor játszódhat. Hát gondolom a fantasy világban, de valamennyire azért lehet, hogy betájolták, hogy kb. Odanél milyen jó kis füves izé, ilyen emelkedő. Mennyi róka van itt, te Isten? Gondolom a szőréből akkor lehetne azoknak csinálni valamit.
Jövök ide, hogy lássak valamit. Nem látok semmilyen épületrészt. Abszolút nem látok épületeket. Gondolom nem olyan marha sűrűn van, de hát azért ennél sűrűbben lehetne, hogy nem tudom. Vagy csak épp nincs szerencsém, nem? Gyerekek, öcsém, itt azért, hogyha ez ilyen furran nem generált, akkor azért tök jó meg van zsidálva. Na, vannak ilyen. Aha. Ebben mondjuk azt hiszem, hogy ezek... Jaj! Ezek ilyen természetes képződmények, nem? Mi fasz volt ez? Ez mind a bal? Jaj! Ott egy medve! Ne bánts, medve, more! Nem tudok beugrani, hogy a dik. Nem tudok. Kövöd volna egy létrát. Jaj, bazza, ne! Jaj! Várjál, kéne egy fákját csinálnom. Most csak akkor föl kéne vennem. Megnézzük, mi van egy ilyen helyen. Ezek elvileg természetes képződmények. Bazza. Arra egy ilyenbe be tudsz költözni, Dick. Hallod, ez mekkora? Hallod, egy ilyenbe kell beköltözni. Mekkora királyság? Úre kár, hogy nem ide beköltöztem egy ilyenbe. Ez nagyon jó. Ez tök jó meg van csinálva. Én azt hittem, hogy ilyen mély, meg vagy csak ilyen alig van belőle. Nem olyan hosszú. De hát ez tök nagy. Ez tök jó. Az egyik végében beköltözöl, szépen le tudsz mindent rakni, esetleg lesimított a területet. Ahogy látom, elég könnyű bányászni. Például valami ilyen helyre, itt mint olyan kialakítasz magadnak egy kis helyet, ahol elhéderezel. Ezt innen kiársz. Hát itt aztán véded vagy, apám. Tudod, mit tudom én, az... Hoppa. Ja, ezért kell a... Jaj, ezért kell ugye lerakható fákják. Na jó, a gyerekek, elbúcsúzom. Egyébként olyan gondolkozok, hogy ha... még egy részt felveszünk, ha tetszik nektek, akkor lehet, hogy egy másik helyen próbálok szerencsét. Ez ilyen ilyen barlangban jobban érezném magam. Keresünk barlangot, és akkor abban letelepedünk. Na, köszönöm szépen a figyelmet. Jók legyetek. Csumicső.